A Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikum részéről a díjat kiemelkedő teljesítményéért Berke Veronikának, Bóvári Dorinának, Mohácsi Bugarszki Barbarának, Trenka Tímeának, az Atlantis Hotel és Élményközpont országos versenyen részt vett csapatnak, valamint felkészítő oktatóként Simon Ivetnek és Balog Attilának ítélték oda. Trenka Tíma elmondta, a négy fordulóból álló megmérettetésen szinte végig az első helyen voltak. A 2019-2020-as tanévben a Szépművészeti Múzeum meghirdetett egy történelemversenyt Atlantis Hotel és Élményközpont névvel, aminek a témája az ókori Athén volt, ezen belül a kultúra, a történelem, és az iskolánk csapata ezt a versenyt megnyerte. Négy forduló volt, az első egy online forduló volt, amit megnyertünk, utána volt két írásbeli forduló, azokat is szintén megnyertük, és a végén a Covid miatt áttolódott egy pályamű készítése, egy makett készítése a 2021-es tanévre, ezért vagyunk most itt ugye ezen a díjátadón. Ott második helyezést értünk el, de összességében az egész versenytorony magasan mi nyertük. A legnagyobb kihívás ugye a makett része volt, arra egy hónapunk volt elkészíteni. Egy olyan hotelt kellett csinálnunk, ami tükrözi az ókori kultúrát, ugye az ókori görög kultúrát, illetve modern elemek is voltak benne, mi például napelemeket tettünk a hotelunkra, és nagyon sok időt és energiát vett igénybe, rengeteg anyagot használtunk fel, és mivel nagy létszámú volt a csapatunk, ezért tudtunk haladni vele, de tényleg sok energiát igényelt. Mohácsi Bugarszki Barbara elárulta, hogy a felkészülés alatt megtekintett dokumentumfilmeknek köszönhetően hasznos tudásra tettek szert. A Pécsi Tudományi Egyetem hirdetett meg egy versenyt, aminek Hyperquest volt a neve, és ezen indultunk hárman. Ez egy háromfordulós verseny volt, mind a három fordulót mi nyertük, és hát mivel a Covid ugye közbeszólt végig az egész verseny felkészülése alatt, ezért online felkészítőink voltak, illetve az egész verseny online zajlott. Különböző oldalakon keresztül töltöttük ki a feladatokat, ugye amiket adtak, és hát igazából a segédanyagok, amiket használtunk hozzá, azok dokumentumfilmek voltak, illetve volt egy nagyon fontos, az Antik Athén, amiben rengeteg sok mindent tanultunk. Igazából ezekkel közösen sikerült elérnünk az első helyezettet, az első helyezést. Balog Attila, a Bezerédi István technikum igazgatója arról mesélt, hogy a koronavírus miatt eltolódtak ugyan a versenyek fordulói. Az elmúlt két tanévben két országos versenyen mérettették meg magukat a diákjaink, történelemművészet történet kategóriában. Az egyik versenyről azt kell tudni, hogy eltolódott a 2019-20-as évről a Covid helyzet miatt, és az ősz folyamán sikerült ezt befejezni, abszolválni. A pályamű a legfontosabb és egyben legértékesebb része ennek a versenynek tolódott át az előző tanévre. A gyerekek rendkívüli kitartását mutatja azt, hogy a Covid helyzet azért a szeptemberben sem volt teljesen mellőzött, mégis teljes erőbedobással vetették bele magukat a pályamű elkészítésében, aminek az lett a következménye, hogy a teljes versenykategóriát az első online fordulótól, a két írásbeli fordulón át egészen a pályamű elkészítéséig lényegében a gyerekek a vezető pozíciókban tudták hozni, és az összesített eredménynél pedig országos első helyezést értek el. Van átfedés a két csapat között, két személyben, Trenka Tíma és Mohácsi Bugarszki Barbara mind a kettő országos versenyen képviselték az intézményünket. A másik verseny a Hyperquest, a Pécsi Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kara által meghirdetett verseny volt, ez évről évre visszatérő verseny. Többször elindultunk már rajta, voltak korábban is szép sikerek a országos második hely, most viszont a lányok úgymond felértek a csúcsra, és sikerült az első helyezést elhozni ebbe a két online fordulós versenyből álló megmérettetésnél. És amit kiemelnék, hogy a szorgalmuk, ami az egész évben példaértékű volt, a rengeteg szakirodalom, amit a versenyszervezők adtak számunkra, és az egyéb kiegészítő anyagok, amivel úgy elláttam őket, vezetett ahhoz, hogy ilyen eredményt tudtak elérni. A Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre technikum és kollégiumból két kozmetikus tanuló, Begfi Boglárka, valamint Lakatos Vivien, továbbá felkészítő oktatóik, Szabó Györfi Lívia és Pálinkás Andrá részesültek az elismerésben az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgynak versenyén elért remek helyezésekért. A mecénás gálán az ágazati és az ágazaton belüli szakmai érettségi versenyen nyertünk el én első helyezést, a Vivien harmadik helyezést,
ezért kerültünk díjazásra. Ez írásbeli tesztfeladatokból állt ez a verseny, két fordulóból. Az elsőn 9-ként jutottam tovább, a másodikat pedig országos elsőként nyertem meg. Írásbeli feladatok voltak a bőr anatómiájáról, a sminkelésről és egyéb kozmetikai témákról. Lakatos Vivien számára a legkönnyebb a szakmai rész és az anyagismeret volt. Ágazati és ágazaton belüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén lettem 3. helyezett. A teljes felkészülési idő teljesen online zajlott. Számomra a legkönnyebb talán a szakmai ismeretek és az anyagismeret rész volt, a legnehezebb meg talán a kémia és a latin. Mind a két rész írásbeli feladatokból állt. A széles választéknak köszönhetően a megyeszékhely minden diákja megtalálhatja számára azt a tantárgyat, sportot vagy megmérettetést, amiben kiemelkedő eredményeket tud elérni.